helyétek el magatokat 200 évvel átrébb, nem látjuk, tehát most van 2022, képzeljétek el, 2222-ben itt lesz egy ember, és azt fogja nektek taglalni, hogy milyen közösségi, hogy oldalak voltak, és hogyan figyeltük meg a lepkéket, és milyen adatokat. Ami megvan. Na, most visszamegyünk 200 évet, és elkezdjük az 1700-as évek végén, és fölvázolom nektek a Magyar Természettudományi Múzeum lepkegyűjteményének a történetét. Ez 200 év úgy nagyjából, és ezen át látjátok meg, hogy ez a lepkegyűjtemény, ami az egész országé, tehát mindenkié, tehát aki akar, én nem mondhatom azt, hogy nem jöhet be, tehát mindenki megnézheti. Tehát ez is egy ilyen közösségi, hogy is adatbázis. És tehát most arról szól, hogy hogyan nőtt fel. Ezt hárman állítottuk össze. Katona Gergő, ennek Turkos Balázssal. Ezt a 200 évet a gyűjteménynek az élén levő személyeken át fogom nektek bemutatni, tehát milyen volt a személyiségük, mit csináltak, milyen volt a múzeum, az ő kurátorságú, tehát gyűjtemény vezetésük alatt. Hogy nőtt ez a gyűjtemény? És ezen át egy-két érdekességet, korrajzott könyvet, egy lepkészt is bemutatok nektek. Visszamegyek még, azt kell még tudni, hogy a Magyar Természettudományi Múzeum az úgy indul, mint a Magyar Nemzeti Múzeumnak egy természeti tárgyakat gyűjteménye tára, azután kinőtt egy főosztályjá, és a Horthy érában 1938-ban lett országos múzeum, tehát adminisztratíven leválasztották a Nemzeti Múzeumról, és érdekes módon ezt a kommunista vezetés 1948-ban meghagyta, és megmaradt országos múzeumként. Tehát nem vonták vissza. Sokáig a Nemzeti Múzeumban voltak a gyűjtemények és kiállítások, de 1926-ban át tudtunk költözni a mai helyre, ahol sokan jártatok, a Baross utcában, és főképpen ebben az épületben vannak a Magyar Természettudományi Múzeumnak az állattani gyűjtemény. Na, kezdjük az első emberrel, Vivalcki Imrével. Ő a ma Szlovákiában levő Bacskón született, nemesi családból, rokonságban állt Kitaivel Pállal, a nagy botanikusunkkal, és valószínűleg ő fertőzhette meg azzal, hogy hát növényeket gyűjtött, és aztán átért a rovarokra. Később ő az akkori nemesi szokásoktól eltérően nem katonának vagy jogásznak állt, hanem hogy doktornak készült, ami
nagyon szokatlan volt a nemeseknél abban az időben, általában doktornak csak a zsidó fiatalok tanultak. Pivacki doktororvos lett, de már a saját disszertációjában látszott, hogy ő természettudóssá válik, mert a magyarországi kígyóknak a monográfiáját megírta. Ő abban nevezetes számunkra, hogy amikor ő elkezdett praktizálni, abban az évben a Magyar Nemzeti Múzeum kinevezte segédőrnek, tehát ezt akkor úgy hívták, hogy Kustos, tehát Adjunctus Kustos, tehát segédőr volt, de ez nem olyan munka volt, mint manapság, hogy állami pénzt kapsz, ez inkább egy hogy elismerés volt, és mivel Pivacki nem praktizált soha, mit csinált? Gyűjtött növényeket, lett, és azt, hogy áruba bocsátotta, vagy cserélte, és ebből aztán kinőttek neki az első nagy balkáni expedíciói, ami nagyon sok növény és állatfaj felvezetés. És Vörösbegy. Na, és de mivel jött a 48-as szabadságharc, ő ezt nem tudta folytatni, megváltoztak a politikai viszonyok, és emiatt szerencsére a magyar faunára fókuszált, és megírta ezt a fantasztikus munkáját, ezt a jellemző adatok Magyarország faunájára. Az érdekesség még az, hogy a halálakor az ő gyűjteménye, tehát a magány gyűjteménye sokkal nagyobb volt, mint a múzeumé, és ez a múzeum halála után az nem a Gotyi múzeum halála, hanem a Pivacki halála után megvásárolta az állam, és ez lett a mai lett gyűjteménynek az első nagy fundamentuma, hát ez majdnem 100 000 példány volt, tehát hatalmas gyűjteménye volt. Két ilyen kis fénypont. Pivacki fedezte föl valószínűleg a pannonikát, méghozzá úgy, hogy a szerencsében a Kindermann egy lekegyűjtő fogott egy pár példányt, és a Pivacki ezt felismerte, aztán több is előkerült belőle, és egy osztrák gyűjtő publikálta legelőször az életmenetét, úgy, hogy a Pivackinak a jegyzeteit gyakorlatilag ellopta. Tehát vannak ilyen kis történetek. Pivackinak a kortársa volt, vagy tanítvány inkább Emi Gusztáv, őt azért említem meg, mert az ő családjáé volt az a nyomda, amit a Magyar Tudományos Akadémia is sokszor megbízásokkal támogatott, és a jellemző adatok is náluk jelent meg, de emellett Emi Gusztáv nagy lelkész is volt, és valószínűleg az ő gyűjteményét azért nem vásárolta meg a magyar állam, mert hogy
a Frivac ki az hatalmas volt, és már nem volt pénz megmenni. Londonban vannak a Gusztáv Letké, és ő volt az, aki az első magyar nyelvű lettész könyvet írta, és ki is adta. Tehát ez a kis lepkegyűjtő, amit biztos ismertek sokan. A Pálai János ez egy nagyváradi román gyökerekkel is rendelkező lepkészünk volt, kevesen ismerik a munkásságát, Frivalcki kinevelte, tehát a Frivalckinál nagyon sokat vendégeskedett, és a Frivalcki élete végén beajánlotta a múzeumba, és hát a múzeumban aztán szépen a ranglétán fölfelé lépegetett. Ő volt az első, aki tényleg rendszeresen, tudományosan mikrózott, tehát moly lepkéket fogott. Ő beutazta az akkori Magyarországnak a jelentős részét, nagyon sok faunára jellemző fajta, hogy Pavel talált meg. Például ezt a Vitleia undulellát, aminek mi a magyar neve, Rácsos Zsákos, vagy valami, a természetvédelem által teljesen elfelejtett faj. A Pannon faunának egy nagy jellegzetessége, érdemes lenne beemelni tehát a horizontunkban. Egy kortársuk volt, mint látjátok, Abafi Aigner Lajos, nem kell nektek bemutatni. Sose voltam a múzeumnak az alkalmazottja, ilyen a mai szóval hogy önkéntesként dolgozott a gyűjteményben, de fantasztikus szervező tehetsége volt, tehát ő kezdte el a rovartani lapokat, tehát kiadó volt, szerkesztő, és az összeköttetései révén sikerült az első nagy magyar nyelvű sokáig az egyetlen egy teljes faunát áttekintő könyvet kiadnia. Biztos ismeritek a Magyarország lepkéit, amire nem is már meg lehet. A Pálai János követően jött a Schmidt Antal, ő 1906-ban jött a múzeumba. Ő volt az első kinevezett lepkegyűjteményi múzeológus, kurátor. Addig nem voltak szétválasztva a gyűjtemények, addig egy ilyen nagy konglomerátum volt, tízeltlábúak, és a Schmidt Antal volt az első gyűjteményvezető. Az ők korára jellemző ez a Magyarország lepkéi, tehát amit említettem nektek, az nagyon fontos volt a magyar lepkészek számára. A lepkészek kaptak egy átfogó képet a faunáról, nagyon sok faj nagy ábrázolva volt, sok referenciával, tehát ez egy nagy fellendülés volt. Schmidt Antal bánáti családból, Lugosról származott, szülei németek voltak, de mivel a, hogy adminisztrációban dolgoztak,
nyilvánvalóan magyar nyelvűek is voltak, és így tanultam meg Magyarországon járt suliba, és a magyarországi hogy eseményeket követően, tehát most itt a Trianonra utalnék, neki jutott az, hogy látva azt, hogy a magyar rovarászat megroppant, mert hát teljes, rengeteg sok rovarász kikerült Magyarországról, nem volt lehetséges a szervezés, sokáig sok komoly, hogy hívják, erőfeszítésébe került, hogy a magyarországi lepkészeket egybe tartsa megint, és hatalmas levelezést folytatott, tehát külfölddel fantasztikus levelezése van, mert van a múzeumi archívumban, elősokat tanulmányoztam, gyakorlatilag a világ minden lepkészével, tartotta a kapcsolatot. Ő volt az, aki kikutatta az orbitulózának a életmódját, és egy híres kortársa volt a Charles Rothschild, akinek a felesége nagyváradi gyárosnak a lánya volt. Nagyon sokat gyűjtöttek Magyarországon is, meg a Parciumban. Rothschild kutatta ki a Suvarovius-nak az életmódját. Például, de sokat mesélhetnék róla még. Schmidt Antal neve volt Szent Iváni József. Ő egy felvidéki, nagyon gazdag családnak a sarja. Szent Iván József Hubertusnak kéne hívnom, mert neki a papája, Szent Iván József, nem tudom, Sándor, de az nagyon híres politikus volt. Megnézitek a Wikipédián, sok érdekesség van a családról is. Azt érdemes Szent Iványiról tudni, még hogy a felesége a Lakatos Mária volt a Lakatos külügyminiszternek a lánya, akit a Horthy azzal bízott meg, hogy titokban kössék meg Szovjetunióval a békét. És emiatt valószínűleg a Szent Ivánnak nagyon jó összeköttetései voltak, és amikor elkezdődött az ostrom, Budapesten az egész lepkegyűjteményt leszállították Tihanyban, és ott készelt leállt ostrom állapotot. Ebben az időben már elég nagy volt a lepkegyűjtemény, tehát olyan 700 ezer lepkénk volt már, talán lehet, hogy még annál is több, tehát komoly logisztika kellett. Háború után a Szent Iványi nem jött haza, hanem Pápua Új-Guineán települt le, és Bíró Lajosra nagyon sokszor hivatkozott, és ő volt az, aki egy gyönyörű szép csillam volt, vagy madárlepkének a teljes hogy életciklusát föltárta. Nagyon szerették, nagy Ausztrália, majd látjátok itt fiatal pápuai gyereket,
vannak a Szentírványból. Aztán ők később rehabilitálták is a tudományos akadémiának a fül tagja lett. Volt egy szörnyű intervallum, mi van egy percennek, ugye? Beles Zsigmond, mint hallottátok, Szentiványi külföldre kell menjen, hadifogságba került, és nem jött haza. És ott volt egy 1845-től 1950-ig, amikor nem volt kurátora a gyűjteményben, vagy valószínűleg Veles Zsigmond volt a kurátor, ezt nem tudtam még kibányászni. Őről sajnos azt kell mondani, hogy hatalmas nagy kárt tett a gyűjteményben. Az a, amikor meghalt, tehát a lepkegyűjteményét az államra hagyta, és amikor Gozmány Laci bácsi meg Kovács Lajos kiszálltak a lakására, látták, hogy a lepkék, tehát hogy múzeumból elhordott lepkék, azok így vannak a tárlókban, tehát a saját tárlóiban tartva. Nem tudom, látjátok-e, szörnyű. Na, nézzétek majd meg. Na, és hogy az a fáma járta, hogy Zsiga bácsi kalapba járta a múzeumba, és amikor kiment, akkor a kalapjának a belsejébe betűtte a lepkét, és úgy ment ki, hazament, átszét túlászta. Szóval rettenetes bajt okozott az a kárt, hogy a típusanyagokat, a céduláit kidobta, és a saját céduláit fölhúzta. De ez egy mese. Valószínűleg az áll, hogy hazavitt lepkéket, sok lepkét vitt haza, de valószínűleg ő rengeteg lepkéről van szó, tehát nem egyről, kettőről, hanem tízezrekről. Hogy tehát a hivatali, hogy idejében, hogy fogta a fiókot, lehúzta a cédulát, rárakott egy újat, tehát új világot kezdünk a mind legelőről, és ő szépen megcsinálta ezeket a katalógusokat. Megvannak a katalógusok a múzeumban, hogy ilyen lepke, két példány. Hát ő ezeket egyszerűen átcédulázta, és ezzel. És amikor Laci bácsék, Kozmály Laci bácsék ezt felfedezték, akkor van egy nagy jelentés, és ezeket itt részletezik. A kornak a fricskája, fölolvasom, mert sajnos nem látik, rengeteg jelentést írt vele Zsiga bácsi. 1952. december 2. A lepkegyűjtemény dolgozói egyöntetűen önként felajánlják, hogy a Sztálin születésnapjára tiszteletére a negyedik évnegyedi munkatervet egy nappal előbb helyezik be. Szóval ilyenek vannak, csomó. Szóval hihetetlen. Most nevetünk, de itt egy példát mutatok. Rivacki János által leírt jó faj a Himalájából. Itt a Velesz féle cédula,
ez a két cédula a később került rá, hogy mutassa, hogy ő megbízhatatlan ennek, hogy lássa, hogy, hogy a múzeumi hogy archívumban milyen akta tartozik az eset. Ez az egy példányunk van, tehát hogyha nem tudnánk, hogy ebből az példányból csak a múzeumban csak ez az egy van, akkor nem tudnánk róla, hogy ez a holotípus. Ő Kozmány Lászlótást sokan ismertétek, talán itt a legcélszerűbb róla azt mondani, hogy, hogy komoly természetvédelmi munkásságot fejtett ki, több természetvédelmi terület az ő javaslatára került védettség alá. Fölfedezte a Metelkánát megint, és a kortársa, a Kovács Lajos volt, aki talán a eddigi legnagyobb faunistánk, és a legutolsó kurátorunk, aki ebben az évben halt meg, Hornyi Csandás volt, aki a Kovács Lajosnak a szárnyai alatt kezdett, főképpen lepkevándorlással és faunisztikával foglalkozott, de a geometrikai családnak a specialistáján vált, de ő volt az első, aki a Magyarországon a modern lepke kutatásokat is elkezdtem, napai lepke ökológiai kutatásokat elkezdte, és ott van egy komoly munkája a kisapolló lepkéről. Laci ezt jól ismeri, és az ő kortársa volt, hanem meg nem hal fiatalon, ez a Keblai Márton, ez most is még élne, tehát velem egykorú ember volt, nagyon sokat járt külföldre, kicsit a Privalckihoz hasonlóan komoly kereskedelmet folytatott a lepkékkel, de egy tragikus balesetben meghalt. Jelenleg a múzeumban van 12 ezer tárolófiókban közel 1,8 millió lepke példányunk, 1500 szakkönyv, 30 ezer külön lenyomat, iszonyú sokszor, rengeteg, szóval aki szeretne bányászni, kutatni, az több, hogy hívják, szerintem életet eltölthet a múzeumban. Hogy keletkezett ez a gyűjtemény, állami vásárlások, tehát amit említettem, Privalcki, voltak gazdag emberek, akik maguk ajándékoztak a múzeumonnak, de voltak szegények is, akik hasonlóképpen nagy lelkűek. Vannak letétben levő gyűjteményeink. Meghatározták a gyűjteménynek a sorsát, egy egyes tragédiát, tehát a pesti árvíz, a Veles Zsigmondnak a munkássága, a forradalom alatt keletkezett károk. Többször költöztették is a múzeumot. És hát a legöregebb
lepkék, amiket megtaláltuk a gyűjteménybe, azok biztos 1800 előttről származnak, vagy Hoy Tóbiástól, vagy a régi lezsült a gyűjteményekből, amelyek vagy a pesti, vagy a nagyszombati egyetemről kerültek hozzám. Hát sajnos ennyit tudtam csak elég sokáig elmondani, miért, hogy tudtam volna még többet. Köszönöm, hogy meghallgattatok.